Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk ma is tovább a draft sorozatunkat. Három meccsen vagyunk túl, úgyhogy a döntő fog következni perceken belül. 4-1, 6-2, 6-3. Ez a 6-3 ez olyan volt, hogy az ellenfél 3-0-ra vezetett. Aztán Alex kicsit berédzselt és szétverte. Másik két meccsre nem emlékszem. Aztán mind a kettőt végigment és... Na mindegy, ez a draftunk. Nem mondom, ott baj, játék értelmes felállás, úgyhogy ezt kellett választanunk, ezt a... Egyik ilyen gyémánt formációt, ezt a védekezőt, amiben két CDM van. És akkor beszokott jönni Ronaldo és Mbappé csatárba, két szutykos helyett, ugye Torres és Bakka helyett. És akkor szoktak ott aratni, mint a disznó, mint a gép. Ennyit a csapatról. Most nem tudom, miért léptem ki, visszalépek. És keresünk egy ellenfelet. Nézzük ellenfelünk csapatát. Ó, bazdmeg, van Mertense, van Béje. Betette oda Iniesztát, van egy Degeája. 89-es chemistry, hát középpálya kalapszar, szerintem cserélgetni fog. Hát itt van 1, 2, 3, 4 olyan játékos, aki szerintem egy fillért nem ér. Még az Iniesta se sokat szerintem. Na mindegy, hát nézzük meg srácok, hogy mire megyünk ellene. Jó lenne egy draft győzelemmel zárni a napot, így a Marky Ketchups előtt, amit mi gyorsan lenyomunk. Már ezt úgyse egy napon fogjátok látni. Aztán majd hamarosan folytatjuk a divíziót is. Kezdve Sigurdsson ugrik ki, és legalább belevér, nem hiszem el. Ekkora helyzet volt, de az, hogy van nagy helyzetünk, az már jó. Na jó, szerintem hozz be a... Még ne. Nem volt nálunk a labda? Ja. És akkor egy szabadrugás. Sigurdsson az nagyon jól lóvja a szabadrugásokat. Ez is jól csapódott le, volt benne csavar, volt benne kifli rendesen. De elkerült a kaput. Szóval hamarosan folytatjuk majd a season-t is. De szerintem mire ezt látjátok, addigra már rég az első osztályban leszünk. Úgyhogy... Most erről nem beszélek, hogy közben a csapat is már fejlődött, de nézzük inkább a draftot. De hát és még azóta még fejlődni fog az a csapat. Bakayoko szerez labdát. Sigurdsson, jó a passz, de Laporta szerelni tudott. Visszapattan Kleinhoz? Nem. De. Klein, jó cselek. Torres. Jó, Mané. Vínádunk még tovább. Sigurdsson hátrafelé Bakayoko. És akkor Trigueros beleér. Á, nem pattan oda hozzánk a labda. Insigne. Mertens. Az veszélyes az a Mertens gyerek. Insigne. Uha. Szép. Kosztiálni. Kijátsz a Peres. És Dege a védet. Volt már helyzet a srácnak is. Sikerül kifejelnünk. Torres. Bakka. Elveszítjük, ez a Bakkai kalapszar. Tavaly még 84-es volt mi. Aztán 80... Nem 83-as? 83-as a downgrade-elték le, mert egy kalapszar volt már évközben is. Most már nem is rárt, tudod, csak 82-es. Hát igen. Védelme? Tök mindegy, mert már visszaér. Ez jó, Ribéry. Hát igen.
Én így mondom Townnak a Buddy Fintet. Mertens. Hoppá. Márkizio elbuziszta. Még senki nem cserélt, ő se, meg te se? Ja. Aha, ő is lestartolta már. Kap egy sárgalapot Miranda, állítsák ki. Kettős cserét hajtunk végre. Kis OP csatásor feljött. Úgyhogy. Egy passzolgatunk most kicsit. Ribery. Sigurdsson. Nem ment át a sarokpassz, de hát eladja rögtön. Wijnaldum, Ronaldo. 11-es. Miranda besárgult nála, peres. Trigueros. Insignyének jó lesz, figyeld meg. Kicsit hosszú, hál' Isten. És akkor miénk a dobás. Jó van. Koscielny. Sigurdsson. Most már Mbappé visszafelé. Wijnaldum, Bakayoko. Sigurdsson. Mané. Ott van Ronaldo, megelőzte a védőt, tipikus. Életben biztos nem fejelne ilyet, de hát a játékba fejel. Azért nagyon jó játékos jöhetne ki a pakokból, tudod? Jöhetne Lacazette, aki sokat ér, vagy egy Mbappé, annak még a rétingje is alacsony. Na mindegy. Lukakunak is örülnék a héten, hiszen inform van belőle, egy Eriksen. Na, uff. Egy ilyen bélt is nyithatnánk. De ugyan Isten igazából olyan szuper nagy játékos, soha nem jutottam még egyik FIFA-ba se, nem? Hát, Littmárent igen. De azon kívül, mit nyitottunk? Mondjuk toccosokat nyitottunk, emlékszel? Egy Dega, nem, Dega toccost, Smallingot is, kijelenít. De nem, amikor még nem volt toccos időszak, akkor kiket nyitottunk? Hát, tavaly is csak ilyen Dávid Silva jött meg. Aha, Dávid Silva jött, Iniesta egy párszor. Ja, 2-0 közben, tényleg. Hát igen, kezd eldőlni az első félidőbe. Örülök, hogy nem egy ilyen atombrutál metál faszit fogtunk ki most a kézé. Ja. Akár be is húzhatjuk ezt a draft döntőt. Bale. Egy ilyen Bale-t is nyitnék azért szívesen. Ó. Volt egy kis kavallás ott a kapu előtt, egy igen veszélyes helyzet alakult ki, de aztán végül nagy nehezen tudtunk menteni. Ronaldo, hogy veszed át te? De hát már nálam, mert Ronaldo. Gyerünk, Ronika! Mbappé, Sigurdsson, bekeverni, ott van 3-0. Szép volt. Ellenfél hibáját kihasználtuk. Insigne. Na, egy jó labdaszerzés után már Ronaldo. Még oda pattan Mbappéhoz középre, Wijnaldum. Még tovább fogjuk adni, nem? Belőjük. Lövöccsel, 4-0 a félidő.
vége előtt. Tényleg eldőlni látszik. Aha, jó volt. Akkor elcsúszott a védője, mi? Giresun SK. Hopp, és akkor ez egy szabálytalanság. Miranda, állítsák meg ki faszomba. Első félidő vége. Ezt a buzi szabadrugást. Akár ki is léphetne fiatal barátunk. De nem fog. Látszik, hogy érzi még ezt a dolgot, ezt a feltámadást. Igen. Jó. Nézzük közben a meccset is. Ronaldo egy nagyon nagyszerű passz Manéhoz, túloldalra Mané, és akkor Rashford meg utaléri. Mertens visszaadja Eriksennek, Mertens kifújja, megint visszaadja, megint visszaadja. Aztán jön Klein, már nem tudja visszaadni. Mindjárt kicsit buziskodunk ott a saját 16-osunknál. Hogy itt még bármi lehet, ha most gyorsan talál egy gólt. Még lehet akár 8-1 is. Eriksen. Át akarta nyesni hosszúba, hát ez nem jött össze. Hát... Sigurdsson, Ronaldo vissza. Na, Sigurdsson. Gylfi Sigurdsson, mi? Hoppá, nagy indítás volt, les. Bakayoko, Ribéry, Ronaldo. Miranda szereli simán. Hopp. Aha. Ronaldo megtolja. Nem volt jó. Na, Eriksen nézzük. Ó, egy hosszú labdával indítaná ott Insignyét. De azt pedig Kueta sokkal anyósabb helyzetben volt. Mané, Mbappé középre, Sigurdsson hátra, már Bakayoko. Ribéry, Ronaldo, vissza fogjuk adni Ribérynek. Ribéry kicsit lassú, és utolért a védő. Szokásos szögletvariáció, és most egy újabb szöglet lett belőle. Illetve... mellé lőttük a labdát, nem is szöglet. Azt hittem megpattant valakin, azért volt ilyen fisi, fosi. Wijnaldum. Sigurdsson. Ah, Laportez. Laportez csomószor szerepelünk draftba. És akkor mindig elég jó. Helyezkedik meg, jól szerelget. Ellökjük a Mertens gyereket. Mbappé. Mané. Egy ilyen Manét úgy nyitnék. Mondjuk a Marki Ketchupból. Ráállt lenne, nem? Á, és lepattan Laportéről a lövés. De ez akkor is állt lenne. Sigurdsson, ez is lepattan. Hihetetlen. Semmi nem megy, meg szerencsé, hogy 0-4. Hát most ebben nem. Hopp, majdnem 10, de nem. Eriksen továbbadja még. Insigne vissza, köszi, hát ez pontatlan volt. Ez is az. Marquisio. Ez jó passz Insignyének ide a bal szélre. Ez viszont már rossz volt Bakayoko után. Sigurdsson, Mbappé. Ribéry. Lassú bazd meg. Hát igen, ez már nem a FIFA 15, ahol nagymester volt. De Ribéry visszaszerzi. Azt akarja, hogy én nagymester akar lenni, tudod.
Felhozzuk ezt a kalapszar Mkhitaryant. Lőttem Scott lesz egy olyan gólszögletbe, hogy tovább csúszott, tudod? És ám nem mutatom a föl akkor. És a társa egy bepasszolt a üveskapba, tudod, a hosszún. Rahat nagy volt. Ó. Ez is jó még. Ó. Rashford. Biztos a becsület gólért hajt egyébként. Ez... hát nem tudom. Eriksen kapott egy nagyot. Mekkora védés volt. Hopp! Ezt egy szarul lőtte rá, láttad? Láttad. De kemény. Most nagy helyzet volt, de hogy rábaszta? Ez a Sigurdsson megindul. 68-as a spacer, nem csodál, aha. Olyan lassú, mint a disznó. Rashford, Eriksen, Mertens. Na, nem, Eriksen most befelé húz. Ez jó. És befejeli. 4-1. Na hát, hogyha most 8 perc alatt 3 gólt kapunk, tőlem a YouTube csatornát. Hát nem a miénket, valakiért. Majd kiválasztok egy random YouTube csatornát és feltörjük. Jó, Sigurdsson. Ronaldo csinált már valamit. Szerencsétlen Ribéryt futtatja el, de azért már holt hullab az meg. Jön a beadás, De Gea kiüti. Ellenfelünk számára egyre vészesebben fogy az idő. Insigne, Eriksen, Mertens. Nem jó a becsúszó, de ez viszont így jó. És akkor Sigurdsson, nagy labda Mbappé-nek. Aztán megpróbáltuk elvinni mellette. És... nem sikerült. Vagy valami ilyesmi. Ronaldo, Mbappé. Ott megy, vagy Ribéry. Én már egy gólt Ribéry, megérdemelni, de hát bazd meg, ez is béna vagy. Na mindegy. Ez a Ribéry egy ilyen szerencsétlen. Rashford. Hát most már hosszabbítás perceit látjuk. És ebben a pillanatban lefújta a mérkőzést a bíró. Na, ez egy egész jó kis draft döntő volt, egy pillanatig se volt izgulni valónk. Az ilyet szeretjük. Igazából. Még 1700 coin is jött, kétszer annyi lövés majdnem. Hát meglátjuk, hogy milyen pakvariációt adunk. Ugye majd kapunk 4-1, 6-2, 6-3, 4-1. Rare Gold pak, Premium Gold Players pak és meg a pak. Ez egy jó kis pakvariáció. Szerintem van a transferen sok helyünk. Nincs sok helyünk, csak 47, vagy 37, úgyhogy nem fog minden fölférni. Jó, legyen a Rare Gold pak, ez nem egy jó pak variált. Mert nem egy jó pak. Van benne egy billboard. Ez valószínűleg a 83-asok faszé billboardok. Akkor a kalapszar az összes 83-as játékos. Ne, azokat ne. Úgy nem fog felférni minden. Micsoda Ratchi pak, bazd meg, 25 ezerért. Na, Gold Players pakból még ízése lesz, billboard se lesz, de lesz benne egy billboard. Egy nagyobbat adjam el be. Francia, CB, na, 10, hát egy 10 ezer körül. Lehet egy 10 ezer alatt, nem? Egy jobban öltem volna, bazd meg, egy izének. Aha, mondom, a 10-zel körül megy. Jobban örültem volna egy Kante, vagy egy... Grízi, ja. Lacazette, Mbappé, Pogbinho. Na, ebben nem lesz billboard, srácok, mert két billboardunk volt ebben a...
Ó, egy harmadik Billboard, lemegy, 83-as lesz. Ó, bazd meg. Szutykos Jónás barátunk. Van egy Rulli, 83-as Jónás, bazd meg. De szarpak, ez a megapak? 30 ezerért? Ha 5 ezeret nem ér az egész, bazd meg. Esetleg egy draft token a végén. Hát, ennyi. Jó van, srácok, ennyi lett van ez a draft döntő. Sikerült ezt is behúzni. Elég könnyű volt. Három billboard volt a pakokban. Egy se dobott igazán drága játékost, de hát így is szerintem kétszerese visszajön draftnak, hanem a többszöröse. Hiszen csak a Kostnyelci az visszahozott gyakorlatilag az árát majdnem. Ha tetszett, dobra egy lájkot, Alex játszott, Csipi voltam, szevasztok!